Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek november 24-ére. Ezek a felvételek, ezek az üzenetek nem jönnek minden nap, csupán akkor, ha van valami fontos. Én belepillantok naponta a napi horoszkópokba az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, és ha észreveszem azt, hogy van valami fontos, amit közölni szeretnék, akkor megjelennek egy nappal előtte ezek a videók, és akkor felkészülhetsz a következő napra. A hold a határon van. A halak jegye és a kos jegye között az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológusok ezt a határt úgy írják le, hogy ez hátrányos, amikor anyagiakról, munkáról vagy szerződésről van szó, viszont előnyös, ha spirituális dolgokról vagy érzelmekről van szó. Tehát ez már fontos lehet, ez az információ. Előnyös érzelmeknél viszont nem jó ez az időpont egy szerződést aláírni, vagy pénzügyi dolgokat rendezni. Mert itt megvan a veszély, hogy ez elveszik. Tehát nem nyereség lesz, hanem veszteség lesz. Sőt, arra is felhívnám a figyelmeteket, ha pénzt akarsz kölcsönözni valakinek, ezen a napon nem jó odaadni, mert lehet, hogy nem kapod vissza. A hold eléri 24-én a holdcsomót, mégpedig a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút. Ráhú megvilágít valamit, bizonyos témákat, különösen, ami az anyagiakat illeti, de a hold mozgása most kiváltja azt, hogy itt nem nyereségről van szó, hanem veszteségről van szó. Tehát legyünk óvatosak az anyagiak terén. Amit még Ráhú jelent, és a hold mozgása most aktiválja ezt a kármikus csomót, az lehet egy új irány, egy új terület, egy új lehetőség, ahol előnyös az a párkapcsolat, amikor szeretetről vagy szerelemről van szó. Mars bolygó egy összefüggésben áll Szaturnusz bolygóval, ez sajnos kellemetlen. Ez jelentheti a mi életerőnket, ez a Mars energia, és ez van nálunk hölgyeknél is, viszont Szaturnusz befolyása korlátoz bennünket. Lehet, hogy nincs meg ahhoz az erőnk, hogy bebizonyítsuk magunkat, vagy lehet, hogy kimerültek, fáradtak vagyunk. Mars bolygó az lehet egy férfi, vagy nála vannak még korlátozások, vagy egy férfi korlátoz bennünket, különösen, amikor a terveinket szeretnénk megvalósítani. De azt láttuk, hogy a hold mozgásánál érzelmekről van szó, tehát egy párkapcsolatban lehet a közelség és a bizalom, de előfordulhat, hogy ennél a férfinél egy más területen vannak korlátozások, vagy az is lehet, hogy a munkahelyen például ott vannak nálunk nehézségek, mert a főnök korlátoz bennünket például. Tehát vagy egy férfi hat ki ránk ezekkel a korlátozásokkal, de nem, itt nem a párunkról van szó, hanem ez lehet a főnök, ez lehet valaki a rokonságból is.
És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Dendera!